reggelt kívánok! 2021. július 7-e van, 7:30, tengerpart a fürdőzéssel indítjuk a napot. A hely Kremidőből, Görögország, Peloponészosz. A víz pedig Isten király. A part az csülökhomok, itt belül ilyen homokkő párkányon koslatok, ami egyáltalán nem mélyül. Mert úgy hívják, hogy Diallos Beach. És a keleti part egyik legfelkapottabb csobbanóhelyének számít. Ha körbefordulunk, amit elsőre látunk, hogy ez majdnem 3 kilométer hosszú, ott egész a házaknál kezdődik, és mindjárt mutatom, ott egészen a házaknál, vagy a fene tudja mi van ott, ott végződik. Full homokos, belül mondom, hogy lehet, hogy csak ezen a részen, de na, nem tudom, szóval ilyen plató jöttem befelé, nagy lyukak voltak, remélem, hogy nincsenek benne állatok. Az a rész az lehet, hogy egy kicsit jobb. Mi az, ami feltűnik elsőre? Az, hogy nincs senki. De szó szerint tök üres. Ennek nyilván több magyarázata is van. Egyrészt a korai időpont, másrészt a hétfői nap, harmadrészt, hogy még szezon előtt vagyunk, és negyedrészt, de nem utolsó sorban, a Covid-járvány még mindig tart. A környezetről gyorsan pár szót. Látszik itt a nyakban, hogy itt van egy befolyó. Kremidőből, a róla elnevezett Kremidi patak jön be itt. Ez alkotja a homokos bícset. Körbe a hegyek hosszan Kremidi félsziget végig. Hátrább pedig már a Malász-hegység nagyobb csúcsai láthatók. Sőt, hogyha a másik oldalra fordulunk, akkor ez szintén Malász-hegység. Erről emlékszik itt, hogy a Malász-félszigeten vagyunk, a Peloponészoszi félszigeteinek a harmadik tagján. Körülbelül úgy nagyjából félúton. És ebben a pillanatban már meg is akadt a szemünk azon. Akik látták a tegnapi filmet, tudják, hogy az ott a környék első számú turisztikai látnivalója, Monemvázia erődszigete. És én tegnap ott csináltam egy rövid kis túrát, nagyjából egy másfél órást. Megtekintettem a szigetet, és készítettem róla egy filmbeszámolót. Akkor viszont ez idő hiány miatt nem került bele
az adásba, és azt ígértem, hogy a mai nap ezzel kezdünk. Nos, kérem szépen, akkor lássuk. És akkor jöjjön az attrakció. Honenvázi a Kéft Pro abba az irányba. Nem úgy tűnik, mint az a nagyobb városközpont lenne. És akkor itt van, amit említettem, ez a talán azt hiszem a bizánci időkben épült ilyen töltés. Hidacska, úgy látom a tenger nem folyik át rajta. Maga a szikla, a tanúcikla, ez 265-ig sziget volt. A szigetes rész egyébként innen kezdődik, tehát valójában a bizánciaknak nagyon nem kellett dolgozni, mert ennyi volt összesen. A másodpercben már átjöttünk a szigetre. Jól látszik, hogy itt hajó kikötő is van. Mikor nagy tömeg van, akkor itt végigállnak az autók, buszok, egyéb más. Most nyilván fejjel tudnak menni, pontosan azért, mert nem nagyon van senki, meg azért ne felejtsük, hogy 3-4-7-kor már nem nagyon jön senki. Maga a szikla impozáns látvány. A méretei pedig úgy néznek ki, hogy 1700 méter hosszú, és ha minden igaz, akkor talán 600 méter széles. Ez a talapzat. Nyilván maga a szikla az nem pont ennyi. Felfelé csúcsosodik, kisebbedik. A tetején van egy plató, majd ha feljutok, akkor nyilván világosabb lesz, hogy ez hogy néz ki. Felkapott turista látványosság, tehát ide aztán jönnek mindenki dögivel, annak ellenére, hogy világ végén van, tehát ez tényleg a Peloponészosnak a legesleg csücske, még ott a Malász félszigetnek a vége, talán még az van távolabb, és onnan már jönnek a szigetek lefelé, délfelé. Különben emelkedünk, nyomni kell. Biztos, hogy 80 km letekerése után ezt még bevállalni gyalog, az ember próbáló feladat lesz. Jobban ültem volna persze, hogyha nem sürget ennyire az idő, de hát mikor volt olyan, hogy nem sürgetett ennyire az idő? Néz ki, hogy egy órám lesz, ha még kajálni is akarunk. Nem csinálok bele a kabinet kérdést, mert ha én valamit akarok, akkor az menni fog, és nem függőlegesek a falak. Nehéz viszont megtippelni, hogy mennyire magasak, mert ugye annyit minimum ki kell másznom, de lehet, hogy még fent is puklis, majd kiderül. A temcsi. Mert Monenvázia az egyébként nem csak egy erőd, hanem egy település is. Volt. És itt a volton van a hangsúly, és tudomásom szerint már kihalt, de hát majd mindjárt meglátjuk. Rohadt hosszú, az jól látszik, ott már van egy bástya. Azért másfél kilométert kigyalogolni vízszintesen is sem rossz, de ha még van hozzá szint is, úgy már azért izgisebb. A városban a tömeg úgy leoszlott, hogy a fene tudja, lehet, hogy mind itt van, de itt azért vannak. Innentől kezdődik az erőd fal, és aztán utána szépen folytatódik egészen fel, meg körbe. Gyakorlatilag a sziget teljes keleti része be van épülve. A film elején már említettem az unikumot, hogy majd egy unikummal is szolgálhatunk, és azt is mondtam, hogy az nem szeszes ital lesz, hanem valami különlegesség. Nos, kérem szépen, itt vagyunk, Monenvázia, Kelet-Peloponészosz gyöngyszeme. Most az következik, hogy ezt bejárom, egy kis feltérképezés, föl, le, oldalra, hosszában, ami belefér, de időkorlát sajnos van, 7 óra, talán sikerül átnézni mindent. Nem zárt az egész, de a maszkos kötelező, és ráadásul a rendőrök igencsak figyelik. Mutattam, hogy húsék itt fényképezkedtek. Azok is rendőrök lennének szerinted? Biciklis rendőrök, nem? Azok ott. Ja, azok a fabiciklik. Jaj, na azt akkor majd mindjárt megnézem, merre kíváncsi leszek. Uratársam úgy döntött, hogy ő elvállalja a kerékpárok őrzésének a szerepét. Azért, ha csak egy kicsit így körbefordulunk, az jól látszik, hogy hát oda esetleg ki lehetne kötni, de ugye nekünk itt van a súly, ugye? A sok cucc, meg egyéb más. Gyakorlatilag az összes értékünk, akkor azt hova tesszük? Tehát itt ez megoldhatatlan problémának tűnt. Én egyébként a Google Earth-től láttam, hogy ott a elakadási jelző táblánál meg ide-oda kikötözkedtek. Megoldottuk így a dolgot, és akkor ott vannak a fa kerékpárok. Erre mindenképpen kell egy pillantást vetni. Hát ez nem semmi. Kokomat, bike. Normál mezeinek tűnnek, nem elektromos. A fékje, és akkor azt nézem, hogy kontrás-e. Az kontrás. Tehát az hagyományos klasszik. A kis pilácsok is.
Nem semmi. Lehet, hogy a velencéiek annak idén ilyennel jártak, vagy ez egyfajta ilyen monemváz pubi, az Isten se tudja. De egyébként csomagtartója is van, úgyhogy az is lehet még, hogy átpakolunk és átülünk. Itt visszalépett, mert most már ideje a lényegre térni. Tehát bejárat, egy bejárata van, majd mindjárt mondom, hogy ennek miért van jelentősége, és akkor így vannak végig a falak. Van egy alsó is, egy fellegvár, ott látszanak fent szintén a falak. Akkor lépjünk be az egyetlen bejáraton. Mielőtt belépnénk, nézzük meg a térképet. Tehát itt jöttünk be kerékpárral. Itt az egyetlen út gyakorlatilag be. Ez a dél-keleti oldal. Szigetnek, félszigetnek, és akkor itt van a várfal. Innen jön körbe a várfal, fent is van, és ugye a fellegvár is körbe van véve a falakkal, és itt is látszik, gondolom ezek a zöldek azok. Itt vannak bent a házak, különböző túraútvonalak vannak, itt szerintem jelöli, hogy melyik micsoda. Van különben angolul is. Én ezeket most nem olvasom végig, megpróbálok rájönni majd, hogy mi. Egyszerűen nincsen már rá időm. A tervem az, hogy itt bemegyek, végigjövök itt, ahol lehet, gondolom, hogy lesznek majd táblázva is dolgok, a alsóvárosba. Két látnivaló van, az egyik, hogy kit itt a világító torony, egész kint a csücsökben, illetve fölmenni a fellegvárba, megpróbálom ezt a szerpentint belőni. Utána esetleg méltatón körbenézni, különlegesség még szerintem ez, amit alulról is láttunk, ez a Hagia Szófia templom, illetve itt van még pár bástya, ezt szintén lehetett látni alulról, de természetesen a kilátás is fog majd játszani. Akkor nézzük a bejáratot. Hát ennyi. Mielőtt belépnénk, rögtön le is akadhatunk a bejáraton. A hely neve Monemvázia, jelentése egyetlen bejárat. És értemszerűen akkor ez az egyetlen kijárat is. Azt mondtam, hogy lakatlan, hát nem úgy néz ki. Mindenféle bazársor, ilyen-olyan árusok, restaurant, csecsebecsék. Várható volt, hogy egy ilyen hely rátelepül a hiénizmus, úgymond. Tehát megpróbálnak a turistákból minél több pénzt kivacsarni. És egyébként működik is. Az egész olyan, mint egy keleti bazár. Komolyan mondom, és pedig már most nagyon, de nagyon este felé van. Valakit érdekel, akkor Monemvázia mindenféle verzióban, képeslapban. Nyilvánvalóan jobb fotók sokkal, mint amiket én tudok csinálni, de hát nyilván az idő első körülményektől is függ. Itt lehet talán most jól látni azt, hogy felülről hogy néz ez ki. Egy ilyen, hát Afrika inverzben úgy néz ki körülbelül, és itt van maga az előttelepülés körbe a falakkal és a tető. Na most, hogy mikor ilyen zöld ez? Hát én nem tudom. Most már biztos, hogy nem. Van itt monemváziás kirakó, ütőmágnes, meg egyéb más. Hogy az ékszerek mennyire illenek egy ilyen helyhez, hát azt inkább nem kommentálnám. Hallom, hogy jó lett volna hozni a telefonomat, már csak azért is, hogy pontosan tudjam, hogy mi micsoda. Maps.men, ugyanis minden épület külön jelzetve van. Ott fönt. Az már igen. De hogy jutok oda föl? Na, ez jó kérdés. Először kilesintünk, vagy inkább úgy mondom, hogy először fellesintünk innen. Itt van ez a templom, és ez pedig egy ilyen mecsetszerűség. De ez nem a nagy templom, ugyanis a kis városkába, talán így nevezhető, 5 templom van. Csak tippelek, hogy itt lehetek. Ugye ennyit jöttem. És akkor szerintem itt kellene valahogy a sikátoron keresztül itt feljutni. Első a feljutás, aztán majd utána még a többi rész is. Piros jelzés, a főút. Próbáljuk megkövetni. Mondjuk sehol nem látom a jelzéseket. Kipattantam ide a falra. Ott látszik végig a város. Nem merek ide felállni a peremre. Fent a fellegvár, az teljesen romos. Az alsó részek viszont egészen jól néznek ki. Az építkezési stílus pedig a klasszik. Tehát ez a délgörög, és a tetején pedig ezek a palatetők, amik egyébként részben cseréptetők is, ez szerintem gondolom már ilyen újkori találmány. Fentről ez nagyon jól fog kinézni. És akkor forduljunk ebbe az irányba is. Vázi a bizánci időkben, és ebben a velencei időkben is ilyen vallási központtá fejlődött fel. Első város. Ez akkor ez lenne. Egy kukucs befelé. Íme.
Néztem a hölgyet itt, hogy ez az út megye föl, biztos, ami biztos. Azért ilyen szintet kimászni úgy, hogy vaktába, azt inkább nem kéne. Úristen, mi van itt? Ez a névtelen templom, melyik? Ez? Vagy ez itt valamelyik a templom? Fel, ugye ezek ilyen lakóháznak tűnnek, vagy nem kizárt, hogy egyébként itt ez bent. Hú, micsoda sikátor. Na mindegy, hát mindenre nincs időm. Van fel a figyelmet, hogy Misztrasz, ugye ez Spárta mellett van, a bizánci templom központ, azt bejártuk. Tövire hegyire, de tőle sokkal jobban. Na hát, ez valami hasonló. 100 méter szintkülönbség volt, ami aztán végül 500 lett, meg még ide-oda is menni kellett. Jól látszik, hogy szerpentinezünk fölfelé. Szerintem lesz kilátás. Szinte még el sem indultam, és már fújni kell. Rohadtul párás meleg van. Nem rossz a csaj. És hogy az különösen ide illik. Én is hogy tudok menni ezen a köveken, hogy tudok kapaszkodni pakkancsba. De megcsinálta. Mindenre képesek, csak jól nézzenek ki. Ez az elsődleges szempont. Egyik oldalról persze ezzel nincs baj, másik oldalról meg én most ide bejövök. Kicsit megnézi az oldalfalakat. Úgy tűnik, hogy ez volt az utolsó házsor, és akkor innen irány a szikla. Alakul a kilátás. Per ton, 90 méter. Hát megmondom őszintén, hogy durvábbnak gondoltam. Ennél erősek, és csúsznak is. Megvan mindenkinek itt lefeljárni középkorba, akik itt laktak. A védők az csak egy dolog, de ugye lakók is voltak. És van a felső és az alsóvárost elválasztó kapu. Ugye ez Misztrászban is volt. Ennek megvan a jelentősége, mivel a Misztrászi film még nincs adásban, ezért itt is elmondom, hogy ez azért van, hogyha esetleg betör az ellenség az alsó részbe, akkor felül el tudják magukat szeparálni. És a történet során került is rá sor, itt pedig 1250-ben először. Utána volt még egy trükk, majd pedig 1821, az szintén megint egy érdekes dátum, majd arról is. Hangzik, de pár szerpentin fordul és már itt a fellegvár. Nem biztos különben, hogy ez már a szikla teteje, hát nem, hát. Ott van 5 kilométer után, most már nagyon keserves, de nézőként mindent. Meg azért persze magamért is, mert én most vagyok itt először, és valószínűleg utoljára. Nézzünk egy kicsit ki, csak úgy mi ez tartás véget. Hát például magát a szerpentint, íme, sziklafal, még ennyi van hátra, és most már azért úgy jól néz ki lefelé a város. De ezzel most nem húzzuk az időt, mert fentről biztos még szebb lesz. Vigyázzunk a csúszós kövekre, az van kiírva. Hát, az biztos. A strandpapucsal izgalmas lehetett itt. Tenyészk van, majd vigyázz rá. Esítsünk be akkor ide. Ez egy normál mezőszoba, szerintem. Itt vannak alaprajzok, és körbefordulás. Nyilván minden helységben nem fogok bemenni, mert hát kinek van arra ideje. 800 épület van. Úgy tüzetesen mindenre kíváncsi. Szerintem annak egy hét is kevés lenne. Ez szép. Tudom, hogy hova induljak el, úgyhogy elindulok erre egy bástyaszerűségre. Mert csak azért is, mert akkor innen legalább van kilátás. Most már akkor tényleg majdnem a tetőről, de még majd persze a tetőről is. Először is akkor nézzünk szét lent. Íme széles látószögűvel, aztán majd persze fogok közelítgetni is. Próbálom beazonosítani a templomokat, ugye ott van az. Amellett jöttem el, itt végig itt cikáztam föl, és akkor itt látszik a szerpentint felfelé. Egyébként ott is ki lehet menni abba a bástyába. Aztán mellette van a nagy templom, az lehet szerintem a vagy valamilyen Krisztus, vagy nem tudom, remélem eszembe jut. Szóval az a híres templom, most éppen renoválják. Ott is van egy, és ami izgalmas, az majd itt lesz fent, de azt nem lehet látni, de 5 templom van, említettem. Most nagyon jól látszanak a tetők, szerintem, hogy milyenek. Hát jók, na, lesz majd még
más pozícióból is kilátás. Most akkor nézzünk szét a Fellegvárba. Hát a Fellegvárból úgy minőségileg már nem sok minden maradt. Az látszik, hogy a teljes oldal be volt épülve. Itt fent tanyázhattak szerintem az erődvédői, illetve egész lent nyilván az alsó várfalnál, és itt ezek pedig a lakóingatlanok, én legalábbis erre gondolok. Hú, na akkor most merre? Látom a táblákat, hát kövessük majd. Nyilván valahol visz. Egyfajta középkori garázs lehet. Ez lenne a Fellegvárnak a alaprajza, és akkor itt van egy rövid leírás. Kiderül, hogy a II. Velencei Köztársaság idején emelték a falakat, illetve a török időkből van itt még egy-két olyan dolog, ami izgalmas lehet. Én szerintem maga a templom, az Ajgá Szófia. Most akkor itt hogy? Erre. A hirtelen ötletet találtam most ki, hogy fölmegyek a legmagasabb pontjára, és akkor onnan ezt a felső részt is belátni, és akkor már rögtön tudok orientálni, hogy hogyan tovább. Izgalmasabb rész különben szerintem inkább lent lesz, mert ott épületek is vannak. Hú, gyerekek, ez elképesztően nagy terület. Felül is látszott, de felül majd még jobban fog. Viszont szerintem itt van az, amiért jövök. Gyanúm, hogy szinte majdnem mindenki emiatt jön ide. Tessék, a hülye gyerek a betonkeverőnél fényképezik. Hát na, körülbelül ennyit a mai fiatalokról. Ez érdekli őket. Tényleg rohadt jó poén. Tehát majdnem elrögtem magam. És erősebb verést meg nem kockáztatok. Viszont csináljunk akkor egy fotót. Nem mondom, hogy hiányzik a fekete ruhás körítés ide. Ajá, Szófia templom. Spoiler, ezek a Mistrasi túránkhoz. Ugye ez a bónusz rész, csak már megcsináltuk előre. Beszéltem erről. Ott is van Ajá Szófia templom, és nagyon hasonlít, de nem annyira azért. De hogy miért hívják így, ez is nagyon érdekes. Ezt azért, mert a törököknél az Ajá Szófia, ez egy ilyen egyenszent. Tehát mindenkit így hívnak. És az összes templomukat így nevezik el. Viszont azon gondolkozok, hogy jó húzás volt ide kijönni. Szerintem onnan már sokkal jobb lesz a kilátás. Ráadásul itt még a nap is becsúduszkál, úgyhogy kicsit beljebb lépek. És akkor innen alulról a templom. Jó lesz ez, megyek, felmegyek. Ha még érdemes lenne kimenni, az ott a legcsúcsa, akkor esetleg lehet, hogy belátnánk a világító toronyba. Na, ezen még majd gondolkozok. Olyan hülye vagyok, hogy a néző kér mindent. Beszéltük meg Nézivel, hogy 7:30. 8-ig mindenképpen végezni kell, akarunk valahol kajálni. Látszik, hogy itt már szűkül a szigetnek a vége. Hogy nyugatról, kelet felé keskenyedik. Mi mennyiségű emberi munka volt ebbe évszázadokon keresztül. És mi lett belőle? Így múlik el a dicsőség. Egyik pillanatra a másikra. Beszopattam magam. A sarok erőd még odébb van. Most már mindegy. Gyerünk. A sarokbástyánál. Hát kellett jönni. Nézzük, hogy mit látunk. Jó, ott azért megvan, amiért jöttem. Ott van lent a világító torony. Hú, gyerekek. Na ott kellene kijönni. Ugye ez már várfalunk kívül van, mert ez későbbi építmény. Bár jól látszik az, hogy azért... Hogy mondjam, az is korabeli, de azért jóval később, az ugye a velencei időkre tehető. Ugye én nem mondtam a történetet, hogy ezt körülbelül mikor kezdték építeni, és aztán utána hogyan, ki folytatta, hogyan kifejezte be. Na, oda már nem megyek le. Muszáj valamit kihagyni, elnézést, mert időben nem fér bele. Tekintsünk akkor ki, és leginkább vissza. Tehát onnan indultam, jól lehet látni, majd mindjárt a másik kamerával is. Ajá Szófia templom nappal szemben közelítek. Szerintem semmit nem lehet majd belőle látni, mindegy. Most az következik, hogy akkor oda-vissza kabázok itt. Nem volt rövid, és nem is volt egyszerű. Na, már itt van a közelítős kamera, akkor nézzük már meg közelebbről a világító tornyot is, hogy mi van ott. Gondolom, van ott valami portás, vagy előfordulhat, mint a görögöknél ülnek ezekbe. Ez most kiderült, mikor a tenárófokon voltunk. Egy kis feltekintés. Ez már az égei tengerkörbe, és a Malász félszigetet pedig milyen szépen süti a nap a keleti oldalát végig. Egy fotótémát mindenképpen megír. Próbálok gondolkozni, hogy most üszkös romokból van több, vagy üszök nélküliekből. A helyet úgy is hívták, hogy Mistrasi Velencéje. Többször említettem, Spárta mellett a velencei főhadiszállás megvan videó, majd tessék meg még egy bónusz rész, újra mondom. Hogy a velenceiek alakítottak itt nagyot. Hát igen,
de azért a történet nem itt kezdődött. Most egy másik úton jövök, ott fennmentem a gerincen lefelé, jövök vissza, és most jól látszik, hogy ahol följöttem, az a központi épület, az minthogyha fel lenne újítva. Egy kis ismertető a házakról úgy általánosságban. Fontos az 1821-es dátum, majd még arról is beszélek. Ezek szerint itt laktak is fönt, akkor ez nem csak a katonai részleg volt. Romokból Görögországban nagyon sok van, de ilyen kaliberű már jóval kevesebb. Nem tudom, hányan figyelték, hogy jöttem be a kapun. Csak úgy simán. Nem volt belépő. Na, ez viszont már ritkaság. Álltam ide a kakasálóra, van mélység, olyan 150 méter, és akkor fordulok. Először tekintsük itt az épület mellett, ott egészen hátra, ott. Na, ott voltam kint, az a keleti bástya. Onnan próbáltam lefilmezni magát a templomot, akár a Szófia. Nem sikerült, innen viszont jó, mert most nappal hátulról vagyok. Próbálok pozícióba állni, mondjuk például ide, hogy férjem bele minden. No kérem, a templom érdekessége, hogy ez eredetileg egy 11. századi bizánci templom volt, amit a törökök mecsetté alakítottak. A kora miatt ez a legidősebb mecset Peloponészoszon. 50 és még nem voltam a tetőn, Mészi beborul az agyába. Egyelőre gőzöm sincs, hogy megy tovább az út, de mindenképpen a magaslati pontra föl kéne menni. Ha más nem, a kobrankós matricát fel kellene ragasztani. Fasza. Zsák utca. Úgy néz ki, hogy most már csak pár sarok bástyára van idő. Itt megy a szerpentin. Inkább most engem a nyugati oldal érdekelne, hogy nézzünk kifelé, hol jöttünk be. Hú, jó. Innen lesz jó kilátás magára a sziklafalra, itt alattunk közvetlenül. Ez nem gyenge, és még ne kell mennem, 3-4-8 múlt. Az se rossz az a remete lyuk. Ezt a területet jártam most be, ez volt fél óra. És hát így be még egyszer a teljes alsó város. Ott lent szerintem nem igazán érdemes járkálgatni, mert a sikátorokban nem lehet jól látni, viszont innen fentről mindenképpen jó, lökök egy fotót, és elhúzok oda kifelé. Hát, ha onnan, a csücsökből véglátni már Gefira felé. Nyílik a panoráma felfelé, pozícióba helyezkedek. Mondjuk például itt, már ez se rossz, de majd mindjárt. Tehát, az egyértelmű, hogy a csúcs valahol ott van. De itt fölmenni, ez legalább fél óra. És amint látszik, itt már nem nagyon vannak ösvények. De csak ugye a turisták úgy szabad akaratukból itt néhol bókláztak, ott, mintha látnék még valamit eddig a romig, és az igazi faszakilátás az egyértelmű, hogy onnan van. De az már azért se fér be, mert itt már azért a sötétsége is számolni kell. Viszont ki tudunk itt tekinteni, közvetlenül alánk. Itt jön befelé az út, itt állnak végig az autók, mondom, hogy ez világos volt, és itt van ez a hatalmas sziklafal befelé menetben, ezt végig láttuk. Kiugrok ide a falra. Egy másodperc, és szerintem most a bejárat lesz. Igen, igen. Hoppá, ott van Mészi, ott unja magát, majd mindjárt közelítek is, és ott lehet jól látni, hogy ott volt befelé a sikátorba a bejárat, ott végig lehet menni a falak mellett. Szóval mondjuk úgy, most itt az egészet látni végig, hogy lehet bóklászni. Itt aztán lehet bóklászni. De nagyon-nagyon.
Na akkor buktassuk le Mészit, hogy vajon a telefonján most pornóképeket néz-e, vagy egyéb mást? Márpedig, hogy internetezik, az 100%-ig biztos. A bringám még a helyén van, nagyon helyes. Remélem azért a bringákra is figyel. Nézzünk akkor el erre, ezt vettem az előbb, egy kis közelítés a másik sziklafalra. Jól látszik, hogy van, és akkor a templomokra még egyszer felülről. Egyszer, kétszer, az a nagy hosszú húsos, az a klasszik templom, az a fő templom, hát ott van egy kis olyan mecsetecske-szerűség, és akkor így ennyi a város. Azt azért el kell mondom, hogy leglényegesebb részek megvoltak, egy olyan nyugati kilátás nem volt meg, de ahhoz be kellett volna húzni a csúcstámadást. Értem, szerintem a matrica ragasztás sincs meg, de a matrica meg nincs is itt, mert lent van a bringánál, tehát akkor jó szokás szerintem, ugye hülye vagyok. Újabb lelátás megint. Most látszik, hogy itt van egy ilyen beszögelése a sziklának, hogy ez mesterséges, vagy már eredetileg is így volt, azt nem tudom, és ebbe rakták bele a feljárati ösvényt. Sehol máshol nem lehet feljönni, és ezért nyilván, akik fent voltak, azok abszolút biztonságban érezhetik magukat. Most jön az izgis rész, az elején említettem a felvezetőbe, hogy a vár bevehetetlen volt. Közben meg állandóan azt fújom, hogy amikor a velenceiek, meg amikor a törökök, meg egyéb más, ki tudja hányan voltak itt a várba, akkor mi történt, hogyan építették át, kik mit csináltak itt, meg hogy lehet, hogyha bevehetetlen volt. Nem volt bevehetetlen, trükkökkel be lehetett venni. A trükkök között például volt a kiszomjaztatás. Ezt a frankok vetették be 1250-ben, egy fél év kiszomjaztatás után a védők átadták, azt hiszem, ekkor a görögök voltak a várat, ötöztek a frankok, ők már rafináltak voltak, ugyanis itt fent, a felső részen ciszternákat csináltak, felhúzták a vizet, úgyhogy őket már nem tudták kiszomjaztatni. Töltek a bizánciak, ők tudták, hogy van fent víz, nekiálltak kiéheztetni őket. Működött a terv. A frankok 3 év után átadták a várat a bizánciaknak, ostrom nélkül. Az ember tanulékony, úgyhogy a bizánciak biztosra mentek. Megtartották a ciszternákat, és plusz búzamezőket telepítettek a platóra. Milyen a plató? Mutattam. Tehát, hogy itt valamikor ott fönt, itt mindjárt mutatom, tehát, hogy ott fönt, annak a tetején búzamezők voltak. Mit tudom én, úgy nagyjából 7-800 éve. Innentől már a bizánciakat nem lehetett kirobbantani. De hogy nem. Jöttek a törökök, aztán a velenceiek. Ment a baksis téma. A mani, az akkor is mani volt. Ökök a velenceiektől egyszerűen megvették. Pedig igen jó pénzért, mert a velenciek akkor már igen sok energiát fektettek itt a vár megerősítésébe, és jól is jártak vele, mert utána a görögöknek igencsak meggyűlt a bajuk a törökökkel. A történetben egy bekapcsolódik az, hogy a várnak, ennek a zátonynak tulajdonképpen van egy ikertestvére a másik oldalon, itt a Garakaszöbölbe. Innen különben, ha kelet felé ki tudtunk volna nézni, akkor láttuk volna. Erről majd, ha ott leszünk, mert arra megyünk holnap, majd fogok beszélni. Ez az 1821-es görög visszavétel a töröktől. A törököknek ugyanis ott volt egy ilyen kihelyezett állásuk, megfigyelő állásuk, és ott egy csellel sikerült a görögöknek kitrükközni azt, hogy Manevázsiát tulajdonképpen a törökök végül átadták. Szerpentine biztos figyelj mindenki, mert látszólag simának tűnik, de nagyon sima, az a baj túlságosan is sima. Tehát ez úgy csúszik, jól lehet látni, fölfelé nem vettem észre, miért jól van kiírva. Nekem még aránylag jó cipőm van. Így félúton, most már következik az alsóváros újra. Most már tényleg icikelve ugrálok lefelé. Ugyanis haladni kell. Eszembe jutott, hogy én egy iskolában jártam Miskolcon, ahol testnevelésből volt írásbeli. Ilyen szürreális már így, ahogy így kimondom úgy is. Egy-egy gyakorlatot meg kellett tervezni, és le kellett adni, hogy akkor majd hogyan hajtjuk végre. Baromság, de akkor is volt. Egyik osztálytársam a következőket írta. Kisugrás volt a feladat, csak mondom. Nekifutok, nyíl, a kurva anyját. A tanár már kikövetkeztetette, hogy ez karó, és meg se kell csinálni. Nem biztos, hogy azonban jövök lefelé, de amíg lefelé megyek, addig nincsen probléma. Na, itt a templom. Az egyik. Szevasz, cicmic! Állítólag a 800 házból 700 lakatlan, a maradékban pedig
ilyen tavernák, borozók, meg egyéb ilyen gagyjárusok láttuk befelé vannak. Valami baksis fizetettek a városnak, mert így éri meg nekik. Templom alulról, még megnézem egy kicsit fentebbről is, még talán annyi idő van. Nagyon nincs, de akkor is. A búzatermés szóba került, akkor mondok jobbat. A velenceiek a tetőn szőlőket ültettek, és bort termeltek. És állítólag az egyik legismertebb, ma is felkapott velencei bor, a Malvasia bor, az tulajdonképpen ingyen van. Itt vagyunk akkor a nagy templomnál. A templom neve Krisztus a rablánzon. Fentről mutattam, a kupolája most fel van állványozva, most újítják fel. Különlegessége, hogy van benne egy ikon. A neve, hogy Krisztus mennybemenetele, de már nincs benne, ugyanis 1979-ben ellopták. Feldarabolták, és megpróbálták értékesíteni. Viszont a tolvajokat elkapták, és börtönbe vetették őket, és itt jön a különlegesség, hogy pár hét elteltével mindegyik rejtélyes körülmények között elpusztult. Hogy ennek van-e köze az ikonhoz, vagy nincs, ezt én nem tudom. Jók azok az amfórák. A sikátorok mindenhol. Úgy tudom, hogy az ikont aztán összetákolták, és most a Louvre-ban van, tehát ide már nem hozták vissza. Ott megy kint a erődfal tetején a sétány, hát nyilván teljesen meg lehet kerülni az egészet, és ott pedig lehet látni végig, hát eléggé messze van, így a kis kamerán keresztül, ott van a várfal, egészen neki támasztva a sziklafalnak, olyan lépcsőszerűen. Odébb pedig nyilván a világítóton, hogy fentről mutattam. Ez a mondás, hogy szerelmes, mint a nagy ágyú. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt például hogy tud udvarolni. Tehát majd valaki biztos megmagyarázza, mert én ilyenekhez hülye vagyok. Hát a helyet különben Varázslat szigetének is hívják, és eredetileg a görögök megfigyelő állásnak használták körülbelül 265 körül, és akkor utána jött az a történet, amiről én beszéltem, mikor úgy döntöttek, hogy jó lesz ez egyéb másra is. Nem érdemes sétafikálni, mi van ott arra? Itt van különben fölöttük a templom, hát elég robusztus építmény, tehát ez itt az, csak mutatom, így ez. A tornyát meg kívül láttuk. Téglákról eszembe jutott, hogy létezik kobrakó tégla. Az egyik rajongóm küldte, aztán talán az Újvidéki Múzeum, vagy a Pétervárosz az a máskorral, hogy ott a várban látott egy ilyen téglát, és az volt beleírva ide, hogy P.F. És elküldte nekem a fényképét. Hát most már ilyen is van. Ide jutottunk. A sziklahegy különben a mostani formáját, azt 375-ben egy földrengés alkalmával nyerte el. Aztán még jó párszor voltak ilyen kisebb fajta földmozgások. Azok már a geomorfológiát, úgy Isten igazából, nem változtatták meg. Biztosra mennek. Ott a kamera. Azon gondolkozom, hogy most hol járok? Hogy keveredek én majd innen ki? Mini kápolna-szerűség. Valami hotel van arra. Sőt, nem is egy, hanem rögtön kettő. Tovább nem megyek. Ennyi volt. És valami, ha visszatalálok, ráadásul most már csak egyedül vagyok. Kicsit olyan félelmetes. Nem lehet bejárni pár óra alatt. Tehát akik ide jönnek, mit tudom, egy hétre nyaralni, mert ugye nyilvánvalóan ezekben a hotelekben azért úgy több napra jönnek, akkor azoknak van idejük szépen minden nap eljönni, bejárni. Pedig mindenki, hogy hányszor jönnek majd ide az egy hét nyaralás alatt megnézni a romokat? Megmondom, egyszer. Ez, akik ide jönnek, csak egy tudandó feladat. Az a lényeg, hogy volt valami, ami miatt ide kell jönni. És utána egész nap döllés a standon, tavernákba. Az embereket ez érdekli. Megyek ki. Itt a hely főszezonban azért is nagyon nyüzsi, mert hogy az aténi ficsúrok bulizó helye. Ide járnak tobzódni. Mitosz, 3 euró, nem is drága. Kefalóniában 4 volt. Legyek vaddisznó, hogyha ez csapolt volt, mert az sehol nincs. Sorry, de ezt nem hagyhattam ki. Középkorban különben a macskákat írtották, mert hogy állítólag rosszat hoztak a fárakra már védőkre. Ez már nem annyira divat. A jelentőségét a középkorban nem föltétlenül csak az adta,
hogy egy nagyon jó védhető erőd volt, és akkor ezt tartani kell, hanem azért, mert itt a itt futó kereskedelmi útvonalakat is tökéletesen lehetett ezzel védeni, és védték is. Na, úgy néz ki, hogy akkor végeztünk. Ennyi volt. Hát egy 20 perccel több, mint kellett volna. De hát ez van. Látom, kopik ki a tömeg. Sorry, de ez egy akkora hely volt, hogy a felét sem bírtam bejárni. Vélemény? Kérlek szépen, még túl is adálom belőle. Szerintem már nem. Nem? Nem, nem tudom. Gondolkozzunk. Ugye megnéztük a helyet. Már úgy értem, hogy a táborhelyet elvileg vaksötétbe is oda tud találni, de ha most itt velünk, akkor itt már vaksötétbe kell menni. Ez szinte biztos. Nos, a várlátogatás ennyi, Hunenvázia. Egy zárszó még. A legendáról nem esett szó. Kiépítette a várat a legenda szerint. Mondok három lehetséges változatot. Hétfejű sárkány, zsebsárkány, vagy házi sárkány. Tessék gondolkozni. Mi most végeztünk. Én a házi sárkányra szavazok. Lehet, hogy jó. Még egy dolgot el kell mondanom. Ez 6-án este 7:30 és 8:30 között lett felvéve. Viszont ebbe a mai filmbe ezt én már nem teszem bele, mert akkor túl hosszú lesz a film, hanem valószínűleg a következő rész majd ezzel kezdődik. Itt lehet, hogy egy kicsit zavaros lesz most ez, de itt leállunk, és folytatjuk azzal, hogy megérkeztünk Hunenváziába, tematikai sorrendben, ugyanis ez a logikus. Szétnézünk, kajálás következik, ugyanis este van. Mindezt a kedves nézők majd az előző részben látják. Remélem, hogy tetszett. Nem mondom, hogy nem lehetett volna rászállni egy picivel több időt, de ezek a túrák sajnos már csak ilyenek. Most viszont már kezdjük akkor a mai napot, mégpedig rögtön egy táborhely bemutatóval. Az olyan különben tele van kagylókkal, vagy valamiféle spéci növénnyel, úgyhogy ide azért nem árt a vízicipő. Kint meg még a látszólag idilli part, köves is. Ettől függetlenül majdnem állapodunk. Ha már körbenézünk, akkor mi az, amit látunk? Mármint, hogy táborhelyügyben, hogy nincs sehol a sátor. Hát igen, mert végül nem a tengerparton táboroztunk. Egyrészt jól látszik, hogy sehol nincsen takarás. Ez még csak a másodlagos probléma volt. Az elsődleges inkább az volt, hogy orkán erejű szél volt este. Végül behúzódtunk egy ilyen sánccal körülvette berbe, amit csak véletlenül vettem észre, egyetlen bejárata van ez, ahol most jövök. Gyakorlatilag egy kerétnyom, amit jár be a tulaj művelni a területet. Van itt pár darab olajfa ligetszerűen, illetve ott még néhány, az nincs művelve. Azért azt el kell mondanom, hogy az álomtáborhely az csak álom maradt, ugyanis ébredés után eltűnt. Akadtak ugyanis problémák. Annak ellenére, hogy a bioszolárium és a fürdőmedence is benne volt az extrába. A gondok ott kezdődtek, hogy a sánc ellenére, kilépek mindjárt mutatom, hogy jól lehessen látni, íme, körbe, nem állt el a szél? Annyira nem, hogy még hajnali 4-kor is tombolt, ami némiképp ellentmond annak, amit eddig egész idő alatt fújtam, hogy ez a mellettemi nevezetű szél, ez majd éjszaka eláll. Most valami más lehetett, a körbenézünk időjárás fronton, akkor nincs változás, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehetett tegnap. A lényeg az, hogy reggel 5-kor tudtunk úgy, ahogy valamennyire aludni. A másik gond pedig az volt, hogy ott egészen fent vannak házak a hegy alatt, ott megy a főút. Mi most azt fogjuk csinálni, hogy itt kimegyünk és majd arra megyünk vissza. A kutyák egyfolytában ordítottak, mert érezték, hogy itt vagyunk. Pedig nagyon messze vannak, de a hegy, ami mögötte van, az felerősítette az egészet, és üvöltött a kutya bőgés ebbe az irányba. Oké, ezzel is egy gond, egy idő múlva kikapcsoltuk. Aztán éjjel 2 körül viszont megjelentek itt a kutyák, egész közel a sátorhoz. Ott egymásnak ugrottak és verekedtek.
Hatalmas mázlink volt, mert minket nem láttak, meg hát lapítottunk. Onnantól az alvás már olyan volt, ami nyilván, már csak azért is, mert itt van a kaja még mindig a táskákba. Ezeknek a dögöknek meg igen jó a szaglásuk. És hogyha még fikázni akarnék tovább, akkor még mindig tudnék, ugyanis a talaj látszik, hogy tökéletes, de ez most szó szerint tökéletes. Még söprögetni se kellett, mert a szúrós gaz az ott van kint, itt meg semmi. Csak tele volt a talaj lyukakkal, ezt tegnap este már láttuk. Ezen némiképp problémáztunk, hogy mi van, ha reggel jönnek a hangyák? Hát ez nem jött be, úgyhogy van egy kis pozitívum is. Erre megszólalt Pészi, hogy de helyette jöttek a pókok. Azok sajnos mindig vannak. Ezzel már megpróbálunk együtt élni. Azért az nem néz ki túl jól, így egy hét után. Jó, még az, még nem mászik. Addig jó? Ez penész, mi? Úgy a finom. Én meg sem mennék nézni, hogy az enyém hogy áll. Még nem volt kicsomagolva a kajás blokkom, mert mindig más tettünk. Zsölünk, amióta ide jöttünk mi étterembe. Első éjszaka, ami hőmérséklet ügyben már elfogadható volt, számomra legalábbis, magyarul, hogy egyszer farkincába is lehetett már aludni. Ez nem tett jót a italok hőmérsékletének. Mindegy, valamit valamiért. A szélkülönben most már teljesen elállt. Most már csönd van. Itt behallani egy kicsit, hogy hullámzik a tenger, de ennyi. Illetve még ott van az a ház. Volt egy sejtésünk, hogy nincs ott senki. És tényleg nincs ott. Úgyhogy ez rendben volt. Nem tudom, hogy meséltem-e már, hogy nekem mi hozza meg az ingert. Nem fogod eltalálni. A gázbojler. Ez ilyen gyerek korból visszamaradt csökevény, és mikor az édesanyám mosogatott, akkor ment a gázbojler. Én meg ott tróroltam mellette. Nem tudom, valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy pont akkor mosogatott, amikor rám jött az inger. És ez így belerögződött, és ez hülyén hangzik, de ez a mai napig is így van. Bekapcsoljuk a bojlert, akkor rohanok. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy a széklet elősegítésére elhozom otthonról a bojlert. Mondjuk felgurpizzuk ide hátra, mit szólsz hozzá? Nem? Nem rossz gondolat, bár és én... akkor cseggel csak be kell indítani, és már mehetünk is. Jó gázpalac kis kell, azt majd te cipeled. Bár azt hittem, hogy elég lesz néhány kutya. Tudom értelmezni, hogy hogy jön most ide a kutya. Aztán mondja, hogy hát, mert attól beszarunk, hogyha kerget. Hát ebben is van valami. Fő az egészséges táplálkozás, úgyhogy lopott a narancssal kezdjük a napot. De Mészi, hogy ő inkább mandi párti. Én narancsos vagyok, de nem így naturba, hanem mindennel együtt. Tehát fagyitól kezdve egyéb más ízet is érzések, a narancsot nagyon csípem. Csokival, mekkora rovar. Félelmetesen finom, és én úgy tudtam, hogy a szezonja nem most van. Tehát, hogy ezt valamikor a január, február magasságában bevezik a születelését, de ezek szerint itt ez a folyamatosan terem, nem? Próbálok rájönni, hogy mi ez az iszekő hang. Hallod? Hallom. Megvan. A gázbojler! Miközben szedjük lefelé a sátrat, én már izítom is a GPS-t. Ez rohadtul jó. Az ember nem is gondolná. Jó, mondjuk jó nagy helyet is foglal. Na, van benne szajré. Ilyen tengerparti túrák, azok már csak ezzel járnak. Ki jött? Jó, nem. És akkor görgő, ötös. Hát ebből kiindulva azért ez alap is egész jól néz ki. Nézzük a keréknyomásokat. Nekem tegnap sikerült egy olyan kátyúba bele zattyannom, még benn Monemváziába, hogy azt hittem, hogy felütéses defektem lesz, de úgy néz ki, hogy jól bírja. Búcsú pillantás. És jön az izgis feladat. Ott, ahol tegnap be. Azért ez hajnalok hajnalán,
nem a legétvágygeresztő feladat. Mondjuk tegnap 90 km után sem föltétlenül volt az. Beginning of Awarded Beach. Kezdődik a díjazott strand. Kék zászlós. Nem látom sehol a kék zászlót, de nyilván az. Mutatom a strand infrastruktúráját. No soap. Itt a édesvízi zuhanyzó, és itt pedig a lábmosó. A lábmosót hogy kineveztük borotválkozó mosónak, és akkor ott tessenek figyelni. Mutatom a bűnözőpofát, betoltam egyébként ide a bringát, úgyhogy kész az optimális borotválkozó hely. Tessenek figyelni, hogy hogyan alakul át a pofazacskó baba profillá. Sajnos kis ólót nem hoztam. Lassan alakulok át télapóvá. Nem baj, nagy példaképem. Egész évben nem dolgozik. Akkor most kenekedés következik. Elkúrjuk mi az időt, akár akarjuk, akár nem. Megcsináltuk a fotót a szállóhelyszínről, és akkor nézzünk egy időjárást. Az jól látszik, hogy 2 napunk még van, ami jó, hétfő, kedd. És akkor itt egyértelmű, hogy egy front jön, mert 28-ról leugrik 24-re. Itt a továbbiakban megint jó. Viszont lesz 2 ilyen zsákmacska nap. Most ebből a szerda az igazán gázos, mert akkor föl kellene mennünk egész magasra a Parnonaszba. Pont akkor mond, igaz, hogy nem túl komoly esőt, 0,2 mm, hát addig még finomodik. Ennek a lavozón naptejnek van egy bukija. Mondjam el, hogy vágyom rád, szeretem a bőröm illatád. Olyan jó volt, mint a győzikéjé. Azért győzikét nehéz alulmúlni, valljuk be, még nekem is. De Jallos Beach. Egyébként ez a Jallos Beach, lehet, hogy már tegnap említettem, van Kefalónián is. De bocsánat, Lefkada. Lefkada, igen. A nyugati parton olyan jó kis szurdokos hegyoldal alatti homok beach. Mikor ott voltunk 2016-ban, akkor nem tudtunk lemenni, a földrengés elintézte az utat. De ettől azért jóval vadregényesebb. Kocsmatöltelék már ott integetett. Pukkant ez a hely, de gondolom azért nyáron nem így néz ki. Mazda. Egy utolsó pillantás Jallos Beachről. És akkor ennyi volt, jó volt, szép volt. Valószínűleg soha többet. Akkor meg volt az első szopacs. Ez csak az olajfák közé vízbe. Muszáj ezt megkerülni az öblöt, nem tudok mit csinálni. Mi úgy elbúcsúztam a helytől, hogy soha többet. Hát akkor most újra. Jalló, Jallos egyébként egy filmes műfaj. Lehet, hogy már erről is beszéltem. Olasz ilyen mafiózós krimi tulajdonképpen. 70-es években volt divat, és jó pár ismert színész, például a Franco Nero, ezekkel futott be. De volt rájuk, hogy elég szövevényes volt a tartalma, sokszor nem lehetett követni. Viszont volt benne egy csomó autósüldözés, az akkor ilyen Fiat 124-esekkel, meg ilyenekkel. Meglőttek és nem töltöttek, de orvérzésig. És hát a hülye gyereknek meg mi kell? Hát ez. Nem vázja a távolban, a hajnali napsugárban csak úgy figyel. Látszik a torony, és még egy különlegeség látszik, ott a másik. Amellett viszont el fogunk menni. Úgy lesz majd kerek a történet, amit tegnap elmondtam ott fönt. 1 méteren vagyunk, most ez majdnem stimmel. Vessünk egy pillantást a Duaca Resortra. Az a felső épület, itt pedig az alsó. A környék az egyetlen elfogadható szállás infrastruktúra, Villa Duca, ami úgy minőséget is hoz. Cserébe nem annyira olcsó alaphelyzet, de egyszer mondom, tegnap is említettem, meg lehet csípni jó kis akciókat. Érdekes lehet még, hogyha mondjuk nem a Booking.com-on keresztül jössz ide a görögökhöz, mert ugye akkor abban már benne van az adó, meg egyéb más, tudod minden, hanem csak bekopogsz, és azt mondod, hogy no papír. Hogy akkor hogy reagálnak rá? Mert a horvátoknál ez nem nagyon működik, mert tudod, horvátokat, azokat nagyon rövid pórházon fogják. Igen. Úgyhogy ők nem merik kockáztatni. De nem kell messzire menni, Montenegróban meg csak ez a másik van. Ániában, meg Boszniában, ilyet, hogy számla, szerintem még nem is láttak.
Mondom Macynek, hogy élvezze ki az árnyékot, mert lehet, hogy utoljára lesz. Hi! Nem hiszem, hogy ő lenne a tulajdonos. Kicsit olyan gypsy feje volt, olyan cigány legény karakter. Mit tehetsz mást, ha szíved egy vándor cigány legény? Ki volt? Mármint az eredeti. Koós János. Erdély nagyszülöttje. 1962-ből, hogy pontosak legyünk. Kezdjük akkor a filmet. Kanyi Facebook idézet ezúttal sincs, viszont van térkép bemutató. Nézzük!